Nem lenne kötelező a kötelező lakásbiztosítás egy törvénytervezet szerint. A Mentsétek meg Romániát szövetség kezdeményezése értelmében azok, akik megkötnek egy fakultatív lakásbiztosítást, nem lesznek kötelesek megkötni a kötelezőt. Megszüntetné a kötelező lakásbiztosítást a Mentsétek meg Romániát szövetség törvényjavaslata. A javaslat szerint azok, akik megkötnek egy fakultatív lakásbiztosítást, amely sokkal átfogóbb és relevánsabb, mint a jelenlegi kötelező biztosítás, nem lesznek kötelesek plusz 130 lejt fizetni arra a kötelező biztosításra, amely nem fedezi a leggyakoribb baleseteket és katasztrófákat. A kezdeményezés azonban kimondja, hogy minden lakást biztosítani kell valamely leginkább valószínűsíthető eseményre. Jelenleg egy romániai állampolgár nem az általa megítélt legmagasabb kockázati tényezőre biztosíthatja a lakását, hanem kötelező módon három természeti katasztrófa, földrengés, földcsuszamlás és árvíz ellen, de ezek bekövetkezésének kockázata bizonyos övezetekben nagyon alacsony, szinte kizárt. Ezért az emberek feleslegesnek tartják a lakásbiztosítást és nem kötik meg, érveltek a kezdeményezők. A Híradónk által megkérdezett szakember szerint ennek pozitív hatásai lennének. Természetesen pozitív lesz, mivel nem fogják úgymond feleslegesen kifizetni az immáron plusz 130 lejt. Tudni kell a kötelező lakásbiztosításról, hogy most év elején 20 euróról, nagyon sokáig 20 euró volt, a létrehozása óta 20 euró volt az ára, most viszont drágult 130 lejre. Viszont a plusz 30 lej az semmilyen extra benefitet nem hozott, mert sem a biztosított érték nem nőtt, sem pedig új rizikókat nem pakoltak belé. Szerinte a változtatás arra ösztönözni az embereket, hogy fakultatív lakásbiztosításokat kössenek, mert nagyon sok esetben ezen a 130 lejen múlott az, hogy a biztosítást megkötötték vagy sem. Példaként egy 25 ezer eurós tömbház lakás biztosítását hozta fel, amely körülbelül 150 lejbe kerül évente. Ha a tulajdonos emellé köteles megkötni a 130 lejes kötelező lakásbiztosítást is, akkor a biztosítás ára már is a duplájára nő. Emiatt pedig az emberek vonakodnak kifizetni a biztosítási összeget.